Két orosz városban is robbanások voltak pénteken. A Taganrog felé közeledő rakétát az orosz média szerint a légvédelem időben észlelte és ki is lőtte, de a detonáció ereje így is megrázta a város főterét. Úgy tudni, áldozatok nincsenek, de többen megsebesültek. A moszkvai védelmi minisztérium terrortámadás elkövetésével vádolja Ukrajnát. A taganrogi támadás után nem sokkal újabb orosz település, Szamarát is robbanás rázta meg. Közben a kelet-ukrajnai Iziumban, melyet már visszafoglaltak az oroszoktól, Kanada, Svédország és Svájc diplomáciai küldöttsége virágokat helyezett el az egyik tömegsírnál. Ukrajna 2022. szeptemberében közölte, hogy fél év alatt több mint 440 sírra bukkantak a településen. Ukrán tisztviselők szerint 30 holtesten kínzás jeleit fedezték fel. Az ukrán hadsereg pénteken videót tett közzé. A felvételeken az látható, hogy a csapatok visszafoglalják a Donyecki régió egyik kulcsfontosságú települését. A Donyeck és Zaporizsja tartományt elválasztó terület közelében található Staromajorszkét.